Új járművel érkeznek a polgárőrök a Baja Marketing Kft. Dokkjához. Egy megállapodásnak köszönhetően ugyanis a Kft. Eddig kihasználatlan, 6 személyes centratípusú motorcsónakja a jövőben jó célt szolgálhat. Némedi István ügyvezető, aki maga is a polgárőrség tagja, elmondta, a jármű órában további két fő elfér, ahova például stabilan elhelyezhető a kimentett személy. Ez a marketing tulajdonában volt eddig is, de kihasználatlan volt, hiszen ez egy sportmotorcsónak, alapvetően hétköznapi használatra nem használjuk, viszont a polgárőrségnek és a bajai vízirendőrségnek nagyon jól tud jönni, hiszen sokszor kevesen vannak, egyre több vízirendezvényt is szervez a Baja Marketing Kft. És a bűvelődési központ is, és arra a döntésre jutottunk a polgárőrséggel és a vízirendészettel közösen, hogy a marketing felajánlja használatra a polgárőrség részére. Némedi István tájékoztatott, a jövőben kialakítanak egy stéget a kagylónál, ahol kiköthet a hajó, így nem kell a szabad strandot érintő behajózási szabályok miatt megkerülniük az egész Petőfi-szigetet. Mivel Baja víziváros, régi igény teljesült most ezzel a lehetőséggel, mondta stábunknak Bokányi Zoltán. Szerencsére közös nevezőre találtunk a Baja Marketinggel, és az ő jó voltukból használhatjuk a hajót szolgálati célra, ami nem azt jelenti, jelen a stádiumban, még későbbiekben a képzések elvégeztével azt is jelenteni fogja. Jelenleg nem a klasszikus erőzési feladatokat látunk, ezt ahogy a rendőrség végzi, az hatósági feladat, hanem rendezvénybiztosítások, önkormányzatnak bármi olyan segítségnyújtás, ami vízről ellátandó feladat, ezekben most már mi is bevethetők vagyunk, és mi is itt vagyunk jelen a vízen. Az elnök elmondta, jelenleg 34 fő tartozik a kötelékükbe, ebből 3 személy rendelkezik kishajóvezetői engedéllyel. Az ő képzésük tervezése már zajlik. Bokányi Zoltán hozzátette, a közelmúltban birtokba vették az önkormányzat által ingyenesen biztosított Szegedi út 80. szám alatt található ingatlant is, ahol hamarosan kialakítják új irodájukat.